Hétvégén rendezték meg az ország legnagyobb szabadtéri vásárát Párkányban. A Simonyúdanapi vásár története 1546-ig nyúlik vissza, s bár az elmúlt évszázadokban a kirakodó vásár sokat változott, ám megújulva a mai napig őrzi hagyományait. A vásár messzi földön híres, ezúttal 6 országból érkeztek árusok, s mintegy 500-an kínálták portékájukat. Nagyon örülök, hogy nemzetközi, nem csak az árusok szempontjából, hiszen nagyon-nagyon sok magyarországi vendég itt megfordul, ami szintén egy külön hangulatot ad ennek a vásárnak, hogyha összehasonlítjuk az összes többi vásárral. Hát tehát én úgy hiszem, hogy az mellett, hogy jól érezzük magunkat, hogy ez egy nagyszerű összejövetel családoknak, baráti találkozó hely, az mellett megvan a pozitív gazdasági oldala is. Minőségi árukból és bóliból is nagy volt a kínálat. A frekventált helyeket már hónapokkal ezelőtt lefoglalták az árusok. Ez a véki házaspár évek óta saját termelésű csili paprikát kínál a vásározóknak. Házilag készítjük ezt a klasszikus csilit, aztán van több fajtánk. Van habanero, skorpión, karolina, többfajta bővítsük a kínálatot. Sokan ismerik is, és aki szereti, az nagyon örül annak, hogy itt árulunk. A magyarországi révészkéses műhely is több mint egy évtizede visszatér a Párkányi vásárba. Párkányiak, meg a könnyékbeliek is igaz, először óvatosan vásárolgattak, hogy vajon milyen lehet ez a kés, és utána a tapasztalatok alapján évről évre visszajárnak hozzánk vásárolni. Nagyon meg vannak elégedve a minőséggel. Volt olyan év, mikor mint annyi volt, hogy az első napon elfogyott az összes. Ma már kisebb a valószínűsége, hogy az árusok az első napon eladják a termékeiket. Az emberek zöme ugyanis csak bámészkodik, és a vásár hangulata miatt mozdul ki a négy fal közül. A napsütés, a sült kolbász illata és a vidámpark attrakciói azonban idén is több tízezer embert vonzottak a dunaparti városba. Néhány évig hiánycikk volt a vásárban a sült gesztenye. Lázár György egészen Kecskemétről érkezett, hogy ezt az űrt pótolja. Mint termelők vagyunk itt, úgyhogy ez a jó, finom zalégesztenyét áruljuk. Azt figyeltem meg, hogy itt jobban ezeket a hagyományos csemegiket jobban fogyasztják az itteni emberek, úgyhogy szívesen jövünk, mert megéri eljönni. A sétáló utcán a kézművesek sátrai kaptak helyet. A hagyományos népművészeti áru mellett egyre több modern technikával készült használati és dísztárgy is megjelenik. Mindig nagyon nagy örömmel jövök ide, rengeteg ismerős van. Régebben gyerekruhákat árultam, de most egy újabb kézműves foglalkozásba kezdtem, a textilszobrászatba, 2 éve csinálom, és most ezeket hoztam el. Ám kire téved, nyissa ki az elszény. A járókelőket vásári komédiások szórakoztatták, a színpadon gyermekelőadások és koncertek váltották egymást. A 472. Simonyúdanapi vásárra a Koronát a Csík zenekar tette fel közel 2 órás szabadtéri koncertjével.